doktorát, 60 éve Szabadcsapat vezér, az Abrud-bányai katasztrófa című doktori értekezésével, majd jóval később, jóval kicsit később, 2009-ben akadémiai nagydoktor lett Kossuth hadserege, Kossuth fővezérei című munkájával. Több munkahelyen is érintett a Károly, tanítani a Károli Gáspár Egyetemen, tanít egyetemi tanárként, de 2011 óta a Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokának tudományos helyettese. Egyébként már régebb óta dolgozik az intézetben, a 80-as évek vége óta különböző beosztásokban. 2016 óta a Veritas Intézetnek kutatócsoport vezetője, illetve újabban, hogy intézetvezetője is egyben. 16 és 23 között a Magyar Történelmi Társulatnak volt az elnöke, számos díjnak és megtisztelő elismerésnek a birtokosa. A legutóbbi az idei évben Széchenyi díj, 12-ben például a Magyar Érdemben középkeresztjét is átvehette. Sokat foglalkozik, mindenki talán erről ismeri, a 48-49-es Orbán Szabadságharc történetével. Az utóbbi időszakban Görgei Artúr és Kora véletek az egyik fókuszpontja a kutatásainak, de itt az egyetemen is használjuk több munkáját különböző órákon, amit én szoktam ajánlani mindenképpen az én órámban, az a Ferenc József és a Megtorbász című munka, ezzel talán már legtöbben találkoztak is. Aminek apropóján meghívtuk igazából az a 22-ben megjelent nemzet és emlékezet sorozatban kiadott dokumentum gyűjtemény, amit a Kárus szerkesztett, 48-49-nek a témájában. Ebben korbeli források, az emlékezett történethez kapcsolódó szövegek vannak összegyűjtve, és fölmerült, hogy esetleg ennek apropóján lehetne egy ilyen értékelés, áttekintő összegzés, hogy áll a 48-49 kapcsán, mi az, ami új, mi az, ami még kutatható, és beszélgessünk erről egy kicsit. Rád is adnám a szót. És tisztelettel köszöntök mindenkit. Megengedik magam egy vetkőző számmal kezdeni, mert nem hiszem az angolban, tovább nem folytatom. És akkor kezdjünk is bele. Mindig el szoktam mondani itt, hogy jól állok, hogy jól állok, hogy tehát nem befolyásolja a közvetítés minőségét. Igen, tehát én annak idején a Székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolába jártam, és Kuruc Koros történésznek készültem. Az első könyv is, amit annak idején megkaptam, az Ervákonyi Ágnesnek a Két pogány közt című kiváló munkája volt, ugye a Rákóczi szabadságharc történetéről. Egy valami zavart mindig, hogy a derék kurucok a szabadságharc összes csatáját elveszítették. Tehát, hogy vagy az volt, hogy nem tudom, valaki átállt a csata közben, mint Nagyszombatnál, vagy teljesen kaotikus volt a helyzet, és egyszer csak észrevették, hogy elveszítették, mint Budbanicnél, vagy valaki nem jött meg időben, mint Károlyi Sándor Koroncónál, vagy szintén ugyanő Zsigónál, nem feltétlenül azért, mert nem akart megjönni, hanem mert rosszul számították ki a hadműveleteket, vagy a nagyságos fejedelem leesett a lóról, mint Trencsénnél, vagy már megnyertük a csatát, mint Romhánynál, csak a kubicok jó szokás szerint elkezdtek fosztogatni, és közben visszajött az ellenség, és így megnyerte magát az összecsapást. Tehát az én sikerorientált látásmódomnak ez nem különösebben felel meg. És hetedikes voltam, tehát 13 éves, amikor kaptam egy történelmi regényt olvasni anyukámtól, ez a Félja Gézának a Visegrádi estéke volt, ami arról szólt, hogy az idős Görgei Artúrnak éjszakánként Visegrádon megjelenik Kossuth Lajos, és hát végigbeszéli 1848-49 történetét, ez 1976-ban volt. Ugye akkoriban azért olyan sok jót nem lehetett olvasni Görgei Artúrról, sem a tankönyvekben, sem az összefoglalókban, meg úgy általában a sajtóban sem, és nekem is nagyon jó megalapozott rossz véleményem volt róla, és hát a könyvből valami egészen más derült ki, és mindjárt össze is vitatkoztam a történelmi tanárnőmmel, és hát hogyha valaki előfordult már a magyar közoktatásban, azt tudja, hogy ez a Ámos könyvek szerint nem jó jel. Hát ugye akkor kaptam az első négyesemet, egyébként nem 48-49-ből, hanem a marxizmus kezdetéből, tehát elmondhatom, hogy én is az ellenállók közé tartoztam, de hát aztán a más fajta következménye nem lett a dolognak. Szóval a lényeg az, hogy valahogy így kaptam én erre a témára, és hát azóta sem nagyon tudok tőle szabadulni. Pálfi Géza kedves barátom szokta mondani, hogy könnyű annak, aki a magyar történetből összesen másfél évvel foglalkozik. Itt ugye azért vannak olyan kollégák, akik valamivel nagyobb a áttekintés, ugye az honlátot, hanem őnek hát másfél év az ki lenne a kutatási területén.
Szóval a lényeg az, hogy de ezzel azért nagyon jól el lehet szórakozni, és hát hogyha megengedik, akkor megpróbálom bizonyítani, hogy miért. Ugye ez most működik, vagy igen. Igen. Hát ugye az egyik az, hogy 48-49 a magyar történelem egyik legjobban dokumentált időszakra. Ezt sok időszakról szokták mondani, de 48-49 kivételesen nagyon igaz. Egyrészt ugye maga az iratanyag is nagyon komoly, másrészt pedig óriási mennyiségű feldolgozás van. Nem állunk olyan jó, mint mondjuk az amerikai polgárháborúban, ahol 750 ezer volt, azt hiszem 2013-ban a megjelent munkáknak a száma, de a magunk Kárpát-medencei viszonyai között azért nem rossz, ami történt. Ugye már a 1850-es években megkezdődik a feldolgozás, és hát a magyaron kívül jelentős mennyiségű osztrák, orosz, utódállami, tehát szerb, horvát, román, szlovák munka is van. A kiadott primér forrásoknak a mennyisége az is több mint 10 000 irat, de lehet, hogy most már több 10 000-nél tartunk, és hát a publikált naplóknak és emlékiratoknak a száma is százas nagyságrendű. Most nem fogom a középkorászatot cikizni, de hát ugye, hogyha belegondolunk, hogy a középkorból mennyi emlékirat maradt fönn, akkor ugye azért ez önmagában is mutatja, hogy mennyire mások a lehetőségek. Az 50. évforduló, ami 1898-ban volt, ezt ugye az ország a monarchián belül élte meg, és ekkor az elsődleges források nagyon részt nem voltak hozzáférhetők, hanem Bécsben őrizték őket hírpecsét alatt, illetve Budán is volt belülük, de ott is nagyjából hasonló volt az őrzésvédelem. Ugye a Szabadságharc politikai iratanyagának egy része az a császári királyi, majd pedig császári és királyi hadseregparancsnokságnak az iratanyagában volt található. Az első olyan feldolgozás, ami nem kortárstól származik, tehát nem olyan aki legalább lótifuti kisgyerekként látott honvédeket, vagy huszárokat, vagy én nem tudom micsodákat, az Márki Sándornak a 10 kötetes magyar nemzet történetében írott összefoglalója, illetve ugyanebben az időszakban Brejt Józsefnek, aki később Bálaki, vagy Tobertói Bálaki József néven, ugye a minden idők leghosszabb magyar történeti összefoglalóját írta Magyarország hadtörténetéről, neki a 3 kötetes hadtörténeti összefoglalója. A 75. évforduló 1923-ban, hát az nem nagyon látszott, mert egyrészt az ország nyalogatta a sebeit, hogy ilyen képzavar gyanús fordulattal éljek, másrészt pedig a Petőfi évforduló elvitte a sót. Egyébként ugye ezek az évfordulók, ezek mindig így vannak egymással, hogy vagy a Petőfi nyomja le 48-at, vagy 48 Petőfi, de a kettő együtt az nagyon ritkán működik jól. És hát a 100. a 100. évfordulón pedig az ország a szovjet érdekszférának a része kezdett lenni, pontosabban már az volt, csak még úgy tettünk, mintha nem lennék azok, és ebből következett az, hogy a megjelent munkáknak egy része az szakmailag kimondottan jónak volt mondható, ugye Eckhard Ferencnek volt egy kötetes összefoglalója, 1848 a Szabadság éve címmel, vagy a neves agrártörténésznek és parosság történésznek, ugye Szabó Istvánnak a tanítványi köre jelentetett meg a Szabadsághoz fővárosa Debrecen címmel egy nagyon jó tanulmánykötetet Debrecenben ugye a ottani eseményekről. Jellemző, hogy 1998-ban ezt újra kiadták reprintben, és voltaképpen azt mondhatjuk, hogy semmit nem fogott rajta az idő, ami mutatja a munkának a minőségét, de már megjelentek különböző, ha úgy tetszik, politikai program iratok 48-ról, ugye Módol Adárnak a nagy összefoglalója, vagy Andrics Erzsébetnek az egyházi reakcióról szóló munkája. Igen. Na most ugye a 125. évfordulót a szintén elvitt a Petőfi emlékkép. Ugye a Petőfi kutatás szerintem akkoriban volt igazából a csúcson. A 150. évfordulón viszont már azt mondhatjuk, hogy egy szabad és független ország emlékezhetett meg az eseményről, és 48-49 végre nem minősült sem pártpolitikai kérdésnek, sem pedig a történetpolitikai vitát fókuszában nem volt benne. Tehát mondjuk azért még 1973-ban is vigyázni kellett, hogy mit lehet leírni mondjuk a forradalom és ellenforradalom viszonyáról, de hogy most akkor kik az igazi jó legények és kik az igazi pozitív hősök. Ebben a 2 év alatt és az azt követő években, már akkor megjöttek a többi évfordulók, ugye Kossuth, Deák, Botjányi és így tovább, több száz forrás kiadvány összefoglaló
monográfia, helytörténeti munka és népszerű összefoglaló jelent meg. Én ezeket mind megpróbáltam begyűjteni, amelyet lakást is kellett cserélni, és hát máig nem vagyok benne egyébként biztos, hogy minden összejött. Igen. Na most ugye ez a mi van meg is, minden kellene meglennie, hogy próbáljuk meg valahogy lehet átcsinálni ebben a tekintetben. Ugye ami a forrás kiadványokat és az életmű kiadásokat illeti, a korvezető szereplői közül az egyetlen, akinek gyakorlatilag kiadottnak mondható a teljes életmű, az Batthyány Ildikó gróf, ami két dologgal magyarázható, egyrészt a 48-49-es iratanyagát Urbán Aladár több évtizeden keresztül nagy szorgalommal gyűjtötte össze, és hát két külön-külön is emberi élet kihatására alkalmas kötetben közzétette. A 48 előtti működése az viszont egy viszonylag vékony kötetben jelent meg először, ami azzal magyarázható, hogy Batthyány utált írni, és az életművének a jelentős része az beszédekből áll. Egyébként annak, hogy utált írni, őszintén örülhetünk, mert kevés ilyen ronda kézírású ember volt a magyar történelemben, és a 19. századosok között pedig szerintem csúcstartó. Tehát az a fajta kézírás, amiről mondjuk a német nyelvben azért többé-kevésbé járatos levéltárosok is lepattannak. A Kossuth esetében a 48-49-es iratanyag az még ugye az 1951 és 57 közötti időszakban 5 vaskos kötetben jelent meg. Ebből 4 kötetet Barta István szerkesztett, egyet pedig Sinkovics István. Ugye a pénzügyminiszteri iratai az önmagában szemben egy 1200 oldalas, tehát hogyha az ember túlságosan gyakran forgatja, akkor még szint is esik. Azóta persze jelentős mennyiségű pótlás jelent meg, de azért azt mondhatjuk, hogy hát olyan nagyon nagy újdonság nem került elő. Ugye Ziegler Andrásnak a irányítása alatt folyik most az 5-ös életmű kiadás, hihetőleg hát az idén talán nem, de mondjuk jövőre a 48-as miniszteri iratok is kijönnek. Meglehetősen rossz kiadásban is nem teljes mértékben hozzáférhetőek Deák Ferencnek, illetve Széchenyi Istvánnak a levelezései. A Széchenyi levelezés az jelenleg készül, ugye a nevét állandóan változtató, most azt hiszem Hunrend, vagy milyen néven futó volt MTA történettudományi intézetben. Ugye a második, harmadik vonalból van egy szerintem az érdemi iratanyagot közeladó kétkötetes válogatás, Csányi László, ugye kormánybiztos, illetve miniszternek az iratanyagából, ezt jól magam csináltam, tehát hogyha valakinek nem tetszik, akkor nálam lehet reklamálni. Batthyány Kázmér, Hunk Árontól, Kuki Miklós, Vidos József, illetve Mickey Sándor, ezek mindig kormánybiztosok voltak, leszámítva a Batthyányit az új iratanyagukból is. És hát nagyobb részt kiadatnak mondható a 48-49 tekintetében a magyar diplomáciai ügynökök közül Szalai László, Andrássy Gyula és Teleki László iratanyaga is. Ugye megjelentek a minisztertanácsi jegyzőkönyvek, azért ott látszik, hogy mennyire vérzivataros volt a magyar történelem, mert a minisztertanácsi jegyzőkönyvek a jegyzetanyaggal, illetve a Széchenyinek a minisztertanácsokról szóló napló jegyzeteivel együtt hát úgy alulról nyaldossák azt hiszem a 120 oldalt. Ugye ez a 48-49, az osztrákok is kiadták a 48-49-es minisztertanácsi jegyzőkönyveiket, ebből csak a 48, az azt hiszem, hogy 900 oldal, tehát azért más volt a fennmaradási arány ebben a tekintetben. A parlamenti jegyzőkönyvek is megjelentek, ugyanakkor a parlamenti naplók azok máig is csak a közlönynek, a hivatalos közlönynek a hasábjain hozzáférhetők. Az 1860-as években volt egy törekvés arra, hogy ezeket teljes egészében megjelentessék, de hát ugye akkor még nem lehetett tudni, hogy most a kiegyezést mennyire veszik komolyan a másik oldalon, és a 48 évi naplók azok 48 októberével megállnak, mert hogy utána már a lázadás jött, és akkor inkább ne rángassuk az oroszlán bajuszát, és az addig megjelent beszédekből is mondjuk mindazt, ami olyan cikinek számított, azokat inkább kipontozták. A 49 évi naplókat, azokat pedig Lipcsében adta ki Papp Dénes, tehát mondott, hogy jobb, hogyha nem hozza haza a kötetet. Na most ugye sok tematikus válogatás van, az egyik legfontosabb ebben a tekintetben a Lébezve-Kunó által javasolt, vagy kezdeményezett, ugye Magyarország újabbkori történetének forrásai című sorozat, amelyben a két világháború között Tim Józsefnek a szerkesztésében a szerb felkelésre, illetve Steyer Lajos szerkesztésében a szlovák kérdésre vonatkozó iratanyagból jelent meg egy nagyon gazdag válogatás.
és visszataszító címe ellenére nagyon jól használható Andics Erzsébetnek a Nagybirtokos Arisztokrácia ellenforradalmi szerepe című háromkötetes munkája, ami egyébként minden idők legzavarosabb magyar forrás kiadványa, mert először megjelent a második kötet, utána kiadták a harmadik kötetet, aminek a végén ott volt a harmadik kötet névmutatója, stb. Majd kiadták az első kötetet a második-harmadik kötet pótlásaival együtt, és ehhez ott volt a végén ugye a mind a három kötetnek a névmutatója, tehát ha valaki ezzel akar foglalkozni, akkor azért hát, fogadja őszinte részvételt. Ugye az utódállamok tekintetében is van egy nagyon komoly forráskiadás. Még a két világháború között Szilviu Dragomir román történész kezdte el kiadni a 48-49-re, hát ugye román szempontból érdekes okmányokat. Azért mondjuk, aki mondotta a román nyelvű anyag, az nem volt olyan gazdag, az alfabetizáció az nem adtam azt a szintet, hogy olyan sok mindent közé lehessen tenni. Volt egy Daniel Rapant nevű szlovák történész professzor, aki nagyjából Stejed Lajos jelzetei alapján elkezdte kiadni a szlovák felkelésre vonatkozót. Ez ugye azt mutatja, hogy a semmiről is lehet nagy forráskiadványt csinálni, mert a szlovák felkelés ténylegesen szerintem nem nagyon volt, de van egy 12 kötetes forráskiadvány erről, aminek a kétharmadát egyébként magyar nyelvű források alkotják. Ugye Andics Erzsébet adta ki a Habsburg-Romanov Szövetségre, tehát a magyarországi orosz intervenció előtörténetére vonatkozó iratanyagot. Őt ugye itt kettős állampolgár beengedték az orosz külügyi levéltárba, ez azért azóta nem olyan sokaknak jött össze. És hát az újabb időszakból mindenképpen szeretném megemlíteni kiváló kolléganőmet, Rosonczi Ildikót, aki az első Miklós orosz szár, illetve a Paszkevics orosz fővezérnek a levelezését adta ki nemrég. A katonai iratanyag tekintetében, hát ott azért nem lehetünk annyira büszkék, 98-ban a hadtörténeti levéltár adott ki egy válogatást saját kezében ott, ahol címmel, ez egy tudom, hogy nagyon enigmatikus cím, ezt írták rá a levelek címzésére 1848-49-ben, hogyha nem tudták, hogy hol keresik a címzetet. Tehát mielőtt valaki szexuális allúziókra gondol, hogy nem arról van szó. És ennek az alapján osztrák kollégákkal közösen csináltunk egy, hát mondjából két és félszer akkor a válogatást, von der Revolution zu Reaktion, tehát a forradalomtól a reakciói címmel, amelyben főleg német nyelvű, illetve csak német nyelvű, ugye osztrák-magyar iratok voltak. Néhány ütközetnek megjelent szinte a teljes dokumentációja, itt felsoroltam ezeket. Szintén a 98-as évfordulóhoz kötődött egy nagyon érdekes kiadvány, ezt Járói József szerkesztette, ez a rendszerváltás 1848-ban, itt akkor a központi, illetve a törvényhatósági iratanyagoknak az anyagából adtak közé egy válogatást, és hát ugye rengeteg egy történeti okmánytár van, amit most nem fogok felsorolni. A Baranya megyeiek azok büszkék lehetnek, mert 73-on készült egy nagyon kiváló kötet a baranyai helytörténetírás keretein belül. Ami a napló és visszaemlékezési anyagot illeti, hát ugye ott van a Széchenyi napló, ami hát csak az a baj, hogy nem mindig tudjuk, hogy mire gondolt a költő, pontosabban a Nemes Gróf, tehát ugye ilyen odavetett megjegyzések vannak általában rossz teljes írással. Ugye nagyon fontos Mufa Vitálnak, akit a finnugristák szeretnek, és az ős magyarok nem szeretnek. Ugye az ő naplója 48-49-ből, illetve volt egy Gyulai Lajos nevű erotomán erdélyi főrend, aki hát a nőügyei mellett időnként azért feljegyezte a országgyűlésen történteket is. A katonai emlékírók közül ugye Görgei, Kapka György, Leiningen, Westerburg, Károly emlékírata kiadott, a második vonalból Lázár Vilmos, Máriási János, Szeci János vagy Prágai János. Általában elmondhatjuk, hogy itt tényleg ilyen százas nagyságrendben vannak kiadott emlékíratok. A polgári személyek közül azért hát nem mindenki írta meg, akiről szerettük volna, hogy megírja, de mondjuk Vukovics Ervő igazságügyminiszter, vagy Horváth Mihály, ugye három kötetet is írt a szabadsághoz történetéről, vagy Irányi Dániel, ők azért a maguk személyes emlékeit is följegyezték. És hát nagyon lényeges, hogy Kovács Istvánnak köszönhetően a lengyel emlékiratokból is van egy nagyon gazdag magyar nyelvű válogatás, illetve szintén Rosonczi Ildikó adott ki több kötetet is az orosz nyelvi emlékíróból, Pete László a Debreceni Egyetemről pedig az olaszokból. Most ugye az összefoglalók közül már említettem a Márkit, az első igazi nagy összefoglaló az a Horváth Mihály volt 1865-ben. Sajnálatos módon ő éppen a személyes vonatkozásokat nagyon kigyomlálta belőle, tehát mindaz, ami miatt igazán érdekes lenne, azt nem írta meg, vagy ha megírta, akkor rosszul emlékezett rá.
Ugye a következő a Szeremlei is amúgy 1868-ban egy nagyon érdekes műfajú munkája, ugye ezt manapság mondják, hogy mennyi jó eltárt ilyen kézikönyv. Tudnélik, ő csinált egy ilyen kronológikus jellegű munkát 48-49 napjairól, és a fennmaradt sajtóanyag, illetve az addig kiadott forráskiadványok, emlékezések alapján megpróbálta összelőni, hogy pontosan azon a napon mi is történt. És azt kell, hogy mondjam, hogy nem nagyon lőtt mellé, vagy ahol mellé lőtt, ott nem ültehetett róla, hanem az irodalom, ami a rendelkezésére áll. Ugye a Márki az azért érdekes, mert ő már használt ebbi a tári anyagot, a Csányi László erdélyi iratanyagát. Hát Szegfi Gyula olyan nagyon nem erőltette meg magát a magyar történetben, végelírások is vannak benne, tehát ugye ez a látszott rajta, hogy kötelezőt szeretni 48-at, de neki nem sikerült. Ugye ez, nyilván ismerik ezt az érzést. Ugye az Eckhart T. az egy liberális, demokratikus szemléletű munka, egyébként azért érdekes, mert a nagyjából a két világháború között felhalmozott forrásanyagot ő írja meg 1948-ban, tehát két rendszer között van a dolog. Az első nagy összefoglalót az új rendszerben Spira György írta meg 1959-ben, pontosabban már 56 előtt kész volt, és Urbán Aladár szíves közlése szerint még szerepeltek benne Rákosi és Sztálin idézetek. Ugye 59-ben, amikor megjelent, akkor ezek már korszerűtlenné váltak, tehát maradt a Marx, Engels, Lenin, illetve még volt benne Mao Tse-tung, mert akkor még jobban voltunk a kínaiakkal, és a Görgeinek a téli hadjáratát, azt Mao Tse-tungnak a hegyi partizán háborúról szóló munkája alapján bírálta a szerző. Egyébként ezek voltak az egyedül visszakereshető hivatkozások, tehát az összes többit azt el kellett hinni a szerzőnek úgy, ahogy volt. Ugye nagyon érdekes volt, azt hiszem tavaly elhunyt kiváló amerikai magyar történésznek, Deák Istvánnak a Törvényes forradalom, The Lawful Revolution címmel 1981-ben angol nyelven, majd pedig 87-ben a fő cím, tehát a Törvényes forradalom nélkül magyar fordításban is megjelent munkája, ami hát teljesen friss szemléletű volt, és hát az utolsó igazi nagy komplett összefoglaló, tehát ami nem a történeti jellegű, vagy bizonyos szempontból nézi az eseményeket, az Gergely Andrásnak a Osiris egyetemi tankönyv sorozatában 98-ban megjelent összefoglalója. Az életrajz tekintetében, ugye Batthyány Lajos életrajzát ketten írták meg összesen, mert Molnár András barátom megírta a Reformkort, és ugye Urbán Aladár pedig megírta 1848-49-et. Teleki László Horváth Zoltánnak van egy monográfiája, Veselény Miklósról a Trócsányi Zsoltnak. És hát emellett ugye Csernovics Péterről, Batthyány Kázmérről, Rengei Ferdinándról, stb. Állnak rendelkezésre életrajzok a politikai elitből. Széchenyinek ugye máig nincs igazán jó életrajza, azért ezt tegyük hozzá, de 48-as tevékenységét a már említett Spira György írta meg az 1960-as évek elején. És hát jellemző, hogy vannak olyan szereplők, akikből az utolsó használható életrajzi munka az még a 1900-as évek elején jelent meg a magyar történelmi életrajzok sorozatban. A katonák tekintetében már valamivel jobban állunk, ugye Bemapóról több életrajz is van, először Kovács Endre, majd pedig Kovács István írt róla, Gál Miklósról, aki hát nem tartozott a szabadságharc legsikeresebb tábornokai közé, de legalább jól le tudta szólni a többieket, róla is van két életrajz is, illetve egy kicsit verekesen a saját vállamat, az Aradi Vértanúkról a Line Design kiadóval indítottunk egy sorozatot, és most már csak ketten hiányoznak, ugye Lámer György, illetve Ludwig Hauk, a többieknek már megjelent az életrajza. A tematikus gyűjtemények tekintetében mindenképpen ki kell emelni Bona Gábor kollégának a nagyszabású vállalkozását, ugye összeszedte az összes honvédtisztet, aki élt és mozgott a tábornokoktól az utolsó hadnagyig, akire van adat. Ez ilyen tizenvalahány ezer ember, és hát ugye a tábornokoknál még csak Isten és a dolog, mert ott vannak mindenfajta adatok, de hát mondjuk bizonyos honvéd hadnagyoknál még az is megállapíthatatlan, hogy az illetőt azt tényleg előléptették, vagy csak hazudott otthon a családnak, hogy ráírják a Partecérvára, hogy 48-49-ben a honvéd volt. És hát ugye azért is nagyon érdekes, mert a szabadságharc hadseregének az egészéről nincsenek olyan adataink, amelyek alapján mondjuk az összetételt el tudnánk, vagy tudnánk rekonstruálni. Ugyanakkor az alacsonyabb tiszti rendfokozatban lévőknek a statisztikája szerintem alapvetően kiadja azt, hogy nagyjából milyen lehetett a nemzetiségi, vallási, stb. Összetétel.
Szintén a 98-as évfordulóra készült volna, de hát jó magyar szokás szerint elcsúszott. Pálmány Bélának a nagy képviselői, illetve az gyűjtemény a 48-49-es népképviseleti országgyűlésnek a képviselőiről, illetve a főrendi, vagy a felső háznak a tagjairól. A Nemzeti Múzeum szerkesztésében jelent meg egy nagy kötet a márciusi ifjakról, aztán szintén jó magam voltam a szerkesztője 2007-ben a Vértanú könyvének, ami a megtorlás áldozatainak az életrajzi adattára. Zakar Péter, kedves barátom állította össze a tábori lelkészeknek az életrajzait. Még 1948-ban jelent meg egy nagy gyűjtemény a honvédorvosi karról, és hát ugye a részmonográfiák tekintetében is azért vannak olyan eredmények a korábbi irodalomból, amelyeket mindenképpen meg kell említeni. Varga Jánosnak a nagy monográfiája a jobbágy felszabadítás kivívásáról, Urbán Aladári a nemzetőrség és honvédség szervezéséről, Kosári Domokosnak ugye a szabadságharc külpolitikájáról, illetve a görgei kérdésről, F. Kis Erzsébet a 48-49-es minisztériumokról, és hát emellett Csikány Tamás a szabadságharc művészetéről, vagy Urbán Aladárnak a Batthyányiról, nem, bocsánat, az országos rendőri hivatalról írott munkáját. Most itt nyilván még sok szerzőt emlegethetnék, de annyi időnk azért nincs. És hát akkor lássuk az adósságokat. A fontos szereplők közül máig is rengeteg olyan van, akinek nincs, ha úgy tetszik, kritikai életrajza. Szemere Beltalan, ugye, aki kétszer volt belügyminiszter, és ő volt a második miniszterelnök. Mészáros Lázár a hadügyminiszter, Görgei Artúr, majd egyszer megírom, hogyha minden jól megy. És hát az iratanyag tekintetében is egyébként ezek az adósságok. Magánál az iratanyagnál is egyébként, és most itt azért is mondom, hogyha valaki még nem veszítette a kedvét ezek után 48-hoz, hogy hát azért elég komoly lehetőségek vannak a forráskiadásban. Kormánybiztosok iratanyagának az összegyűjtésében, amelyek mondjuk a helytörténet szempontjából, de az országos történet szempontjából is nagyon fontosak. Ugye a katonai iratanyagnál nagyon érdekesek, pontosabban egyáltalán nem érdekesek, de fontosak azok a parancskönyvek, amelyek fennmaradtak, ugye, hogy mit csináltak a katonák, amikor éppen nem harcoltak. Általában egyébként többnyire nem harcoltak, tehát szerintem volt egy-két olyan alkalom, ami egy puskörülést nem adott le a szabadságharc folyamán, és ezek a parancskönyvek ezek azért fontosak, mert látszik, hogy hát mivel foglalták el őket. Az egyikben volt egy ilyen remek megfogalmazás, hogy az erős férfias dalnak kebelemelő hatása van, tehát hogy menet közben énekeljenek a katonák. Ugye ezt így fogalmazták meg. Rengeteg névsor maradt fenn, ezekkel az a baj, hogy többnyire nincs mellettük semmi. Tehát az ember azt gondolná, hogy van egy zászló, egy névsor, és akkor abból majd megállapítom, hogy milyen volt az összetétel, hát nem fogom megállapítani, mert se az illetőnek a születési időpontja, se a szülőhelye, se a vallása, semmi nincs róla. Tehát csak az, hogy besorozták. Ugye én azt gondolom, hogy továbbra is nagyon érdekes lenne mondjuk az egyes csaták és ütközetek iratanyagának az összeszedése, és hát a katonáknál is ez a második, harmadik vonal. Parlamenti naplók, a helytörténeti iratanyag tekintetében ugye van egy sajátos helyzet, hogy az igazán fontos dokumentumok egy-egy településnek, vagy akár megyének a történetéről, azok általában nem a megyei levéltárban, vagy a városi levéltárban vannak, hanem a központi iratanyagban. Ez azért van így, mert ugye a központban kellett jelenteni, hogy mi van helyben, mert ott helyben nem kellett jelenteni, és ezért van az, hogy ugye mondjuk a kormánybiztosi jelentések, vagy akár az alistáni jelentések, azok sok tekintetben a központi iratanyagban sokkal informatívabbak, mint ami megtalálható helyben. Ugye nagyon, nagyon érdekes, hogy még kimondottan helyi jellegű anyagban is vannak országos jelentőségű dolgok. Most itt ellenmondok saját magamnak, hogyha észrevették. Tehát hiába van tele mondjuk a hadügyminisztérium iratanyaga vagy a számlával, hát ezek nem feltétlenül adnak hozzá a ország történetéhez, de mondjuk egy helyi képviselőnek a Debrecenből írott levele arról, hogy milyen hírek járnak az országgyűlés környékén, ezek megvilágíthatnak olyan dolgokat, amiket egyébként más forrásból nem nagyon tudunk. A tematikus forráskiadásnál ugye nincs magyar szempontú okmánytár a magyar-román viszonyról 48-49-ből,
Ja, egyébként a románoknál még hozzátenném, hogy a Ceausescu időszakban megint nekifutottak a erdélyi román forradalom anyaga kiadásának, és hát szerintem maguk sem nagyon fogják megérni, amikor annak vége lesz, mert hogy egy-egy 400 oldalas kötet az kb. Két évnek az iratanyagát tartalmazza. És hát nem sietnek, tehát olyan 3-4 év, vagy 2-3 évet eljön ki egy kötet, majd az utódaink, hogyha el nem viszi őket a globális felmelegedés, akkor látni fogják a román álláspont végleges helyzetét. És ugyanígy érdekes módon a magyar-horvát viszonyról sincs ilyen, ahol ott rengeteg okmány maradt fenn. És érdekes, hogy fontos lenne a magyar diplomáciai iratanyagnak az összegyűjtése és a kiadása. Ez egyébként 90%-ban kiadott, csak kb. 100 helyről kell összevadászni. Tehát ilyen-olyan elvívott folyóiratkozésekből és egyebekből. Az emlékiratok tekintetében hát a tábornoki kar emlékirataiknak jelentős része sincs, vagy egyáltalán kiadva, vagy nem megbízható a kiadás. Ugye ilyen Fetter Antali, ami németül kéziratban férhető hozzá, Mészáros Lázári, amit szintén 1866-67-ben jelentettek meg, és a közlő az ugye mindazt, ami ott a kiegyezés környékén ítélte meg, hogy hát esetleg kínos lehet, azokat kihagyta, időnként át is írta, időnként ellenkező értelmet adott a szövegnek, mint ami ténylegesen volt, de komoly, ja, és még magát a teljes szöveget is átírta, tehát az, amit olvasunk, az nem a Mészáros Lázár saját szövege. Aztán a szépírási verseny másik győztesének, Henrik Dembinszkinek a visszaemlékezései, ez ugye 1874-ben adta ki belőle egy német, majd egy magyar nyelvű kötetet, csak ez nem a Dembinszki szövege, hanem a kötetet összeállító Alfons F. Danceré. Perzel Mórnak is megvannak az emlékiratai, ugye hát az a fajta ember volt, aki mondjuk reggel borotválkozás közben saját magával össze tudott veszni, tehát ugye nem tartozott az összeférhető személyiségek közé, és soha nem jutott az emlékiratai végére, mert soha nem tudta, hogy mennyire verjesse a saját vállát. Tehát 48 novemberében nagyjából elakadt, és ugye a szabadságharc vége érdeklődés hiányában elmaradt, és azért se lehetett kiadni, mert olyan hihetetlenül Kossuth ellenes, hogy ezt a korabeli közvélemény nem viselte el. Ugye egyetlen egy példát mondok, hogy a Kossuth alföldi toborzó útjáról nyilván valamennyien hallottak. Ugye Perzelnél ez úgy szerepel az emlékiratban fejezetként, hogy a kurus első szökése Pestről. Hát ami azért mondjuk az események egy sajátos interpretációja. Ugye kapta, hogy Cecz Jánosnak 1850-ben jelentek meg a visszaemlékezései, ezt 68-ban kiadták magyar fordításban, de a fordító nem értette a szöveget, ezért tele van hülyeséggel. És hát Kapka György pedig több változatban is megírta, de a német nyelvű szövegei azok gazdagabbak, mint a magyar nyelven, amit közzétett, és hát mondjuk azt is érdemes lenne közzétenni. És hát még emellett itt felsoroltam számos más személyiséget. Ami szintén nagyon érdekes, hogy amikor véget ér a szabadságharc, és hát mindenki megkapja, ami jár neki, előültetnek egy csomó honvédtisztet először az aradi börtönbe, aztán kitelvisznek honvédtisztet, Ufsteinbe, Terezienstadtba, stb. Hát valamivel foglalkozni kellett, és akkor ezek elkezdtek ilyen szabadsághoz történeti kéziratokat írni, és ebből fönnmaradt kb. Ilyen 1200 kéziratos oldal, ennek a nagy része szintén a kiadatlanok közé tartozik, és Kapka György, amikor írta a visszaemlékezéseit, akkor szintén begyűjtött egy csomó mindent a kortársaitól, és ezek egy része is mindmáig kiadatlan. De ugyanezt elmondhatjuk a polgári napokról, illetve emlékiratokról is. Ugye fontos lenne egy újabb szintézis, mert hogy azért egyrészt a Gergely Andrásé az nem egy kellőképpen részletes, tehát mondjuk a Spira 59-es terjedelmének azt hiszem, hogy alig a fele, vagy inkább az egyharmada. Ugye már szóltam itt arról, hogy bizonyos életrajzok nagyon filányoznak, és hát ami szerintem egy nagyon-nagyon komoly adósság a 48-nak, és ez biztos, hogy én fogom megcsinálni, mert nem értek hozzá, ez az egésznek a gazdaságtörténeti háttere. Tehát, hogy mégiscsak itt van egy ilyen alapvetően agrárország, ugye ipar az mutatóba is alig akad, ugye az a néhány gyár, ami működik, hát az mondjuk már a Lajtától nyugatra se igazán jöhetne számításba, és ehhez képest azért fölfegyvereznek 150 ezer sadserege, alapvetően mindig ütőszer a katonáknak, kapnak tölténytáskát, egyenruhát, mindenfelét, hogy ezt hogyan sikerült összehozni. És igazából ezt nem tudjuk. Tehát ugye a utoljára az 50-es években volt erről különböző kutatások. Általában elmondható, hogy a korszak művelődés története is szerintem nagyon érdekes ebből a szempontból, tehát hogy
hogy ugye a költők közül mindig emlegetjük Petőfit, meg Arany, ugye Vörös Matti összesen két verset írt 48-49-ben, tehát az olyan nagy baj nincs, de 48-nak hihetetlen nagy a költői termése, csak magában a két évben, olyanoktól is egyébként, akikről hát nem gondolnák, hogy verset írnak. Ugye 1850-ben még Tiszatában későbbi miniszterelnök is írt egy verset Görgei Adó védelmében, hát ez olyan volt, hogy a dörpedő-dörpedőben elment volna, de hát azért mégiscsak szép dolog, mégiscsak egy leendő miniszterelnökről van szó. Ugye Varga János, aki megírta annak idején a jobbágy felszabadítás kivívását, ő tervezte, hogy megírja magát a végrehajtást, de ez aztán a szerzőnek a sajnálatos halála miatt elmaradt. Ugye a saját kedvencemre, a hadtörténetre áttérve, ugye az alakulat történetek tekintetében is elég komoly adósságok vannak, és itt megint csak biztatni tudom a militánsabb hát, hajnagú úrakat, hogy amennyiben vannak ilyen hölgyeket, hogy amennyiben kedvük van, akkor írjanak honvédzászlóra, vagy 20.000 történeteket. Ugye nagyjából 160-170 honvédzászlója volt a szabadságharcnak, és ebből összesen a 10%-áról van valami fajta feldolgozás. A 18 huszárezredből, ezt most rosszul írtam, nem egy, most már három megvan, de azért még mindig maradt 15. És hát akkor ott vannak az utászkar, tehát a műszakiak, vadászcsapatok, önkéntes alakulatok, egyebek. A külföldi régiók azok szerencsére meg vannak írva. Általában a 48-as nemzetőrségnek a 48 ősze utáni története az szintén feldolgozatlan, és hát ha már a gazdaságtörténetről volt szó, akkor a hadsereg tekintetében ilyen a hadseregellátásnak, vagy a fegyvergyártásnak a története. És egyébként szerintem egy nagyon, nagyon hálás téma lenne maga az egészségügyi ellátás. Tudnélik a 48-as honvédseregnek az egyik sikerágazata volt az egészségügy. Én láttam egy csomó ilyen kórházi meg sebesült meg egyéb listát, és hát az látszik, hogy ha valaki nem életveszélyes, vagy tehát igen, életveszélyes sérülést kapott, tehát mondjuk gyomorlövés, vagy tüdőlövés, vagy egyebek, akkor viszonylag jó esélye volt arra, hogy mondjuk egy karral vagy egy lábbal kevesebbel, de élve kikerüljön a kórházból, mert nagyon jók voltak a gyógyulási mutatók. Aminek az volt a magyarázata, hogy a honvédsereg orvoskarában a pesti, illetve a bécsi egyetemen végzett civil orvosok kerültek tömegével, ugye azok, akiknek manapság a nevét viselik a kórházak, a Lumnicer Sándor, Flór Ferenc, Markusovszki, Lajos, és így tovább, és így tovább. Varga Benedek a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumnak az igazgatója feltételezi, hogy ezek többnyire már ismerették a Semmelweisnek a fertőtlenítési módszerét, mert hogy nem nagyon volt szepszis, tehát ugye nem nagyon fertőződtek el a sebek, és még egy dologban egyébként az élen álltunk, hogy ez volt az első olyan háború, pontosabban a magyarországi, illetve az itáliai, amikor nem az volt az érzéstelenítés, hogy komán így áll két pálinkát, hanem ételrel elavatották a szerencsétlen. Nyilván utána sem volt jó dolog fél lábbal fölébredni, de legalább azért a szenvedés mértéke az kisebb volt magánál a dolognál. Ugye az esemény történetnél, hát nagyon fontos lenne az országgyűlés működésének a megírása, most itt tükörben nézhetnék, ugye Cigán András volt itt nemrég előadni, hogy megírta a dualizmuskori parlamentet, nekem is volt egy szerződés a parlamentet, de még mindig nem sikerült megírni. Ugye maguk a pártviszonyok alakulása, a belpolitika, és hát itt az egyes hadjáratok, csaták és ütközetek tekintetében is az ember azt látja, hogy bármelyiket megkaparja, mindig előjön valami teljesen új dolog, hiszen a korábbi összefoglalók egy jelentős részét nem a levéltári anyag, hanem addig megjelent emlékiratok, illetve feldolgozások alapján írták. Nagyon érdekes lenne az, hogy hogy néztünk ki kívülről, tehát hogy mondjuk, hogy látta az angol külpolitika, a francia külpolitika, vagy akár az egyes német államok Magyarországnak a helyzetét, és hát van egy csomó olyasmi, amit szerintem viszonylag rövid időn belül meg lehetne csinálni, és főleg itt ebben a digitális világban még azt se igényelni feltétlenül, hogy kinyomtassák, ugye ilyen a korszaktági és irathagyatékának a digitális rögzítése. Van egy óriási mennyiségű nyomtatványanyag, ugye a ikonográfiai szempontból az egyik legjobban dokumentált időszak ez a magyar történelemnek, legondolom Kossuth Lajosról, nem tudom, ezres nagyságrendben jelentek meg arcképek. Ugye fennmaradt egy csomó pecsét, akár a polgári, akár a katonai hatóságoktól, zászlók, zászlótöredékek, a fegyveranyag vagy a kultusztárgyak, és hát magát az iratanyagot is lehet virtuálisan egyesíteni,
hogy más nem mondjak, ugye például Kmetti György honvéd tábornoknak a 48-as iratanyaga az jelenleg két különböző levéltárban van. Az országos levéltár nem fogja odaadni a hadtörténetének, a hadtörténet nem fogja odaadni az országosnak, azt, ami nálam van, de mondjuk ezt virtuálisan össze lehetne hozni egy megfelelő programnak a segítségével. Miután erősen előre haladt az idő, én azt mondja, hogy a 23. diánál vagyok, a 60. volna így a gyereknek, hogy elmondom a maradék 37-et is. Egy-két, miután azt a felvilágosítást kaptam, hogy nagyjából 5 percet beszéljek, tehát azt megpróbálom azért kitölteni, és két olyan dologról beszélnék, erről, ezt majd még egyszer meghívnak. Két olyan dologról beszélnék, ahol ugye talán módszertani szempontból lévileg érdekes az, hogy hogyan lehet egy legendával valamit kezdeni. Ugye az első az egy olyan idézet, amit hát nem tudom, hogy maguk még találkoztak-e vele, de amikor én jártam gimnáziumban, meg még azután jönnünk is elég hosszú időn keresztül, nagyobb részt megsemmisítettem, a maradékot Tiszán keresztül menekült, remélem, hogy néhány nap múlva Debrecenben leszek, és a pártütés fészkét hatalmamba kerítem. Ugye látszik, hogy a szerző nem volt az önbizalom hiányában, illetve hát ugye annyi kitüntetés volt a mellé, hogyha rálültek, akkor lepattant róla a golyó. És hát szinte látjuk magunk előtt, hogy hogyan diktálja tolva ezt a hadijelentést. És ugye a korábbi szakirodalomban hosszú időn keresztül az jelent meg, én magam is többször leírtam, hogy ugye a kápolnai csatáról szóló túlzó hadijelentés eljutott az olmici császári udvarba, ott azt mondták, hogy ja, hát győztünk, akkor most szétkergetjük a Kremzében lévő osztrák birodalmi gyűlést, ő felsége maga fog alkotmányt adni a birodalom népeinek, és hát a magyaroknak meg megmutatjuk, hogy hol lakik az Úristen, és hogy még föl is daraboljuk Magyarországot, ugye nem olyan rossz, mint Trianon, de azért ennek se fognak különösebben örülni. Na most ugye két kérdés vetődik fel, az egyik az, hogy mit jelentett Windisvéd ténylegesen a kápolnai csatáról, mennyire hiteles ez a hadijelentés, a másik, hogy mi volt a köze a kápolnai győzelemnek az olmici oktroját alkotmány kibocsátásához. Hát ugye, hogyha megnézzük a Windisvéd eredeti hadijelentését, ami több példában fennmaradt, mert egyrészt ugye valami fogalmazvány, másolatba elküldte mindenkinek, főfelségének, Ferenc Józsefnek, hadügyminisztériumnak, egyebeknek, sőt, nyomtatványban közzé is tették, sőt, még a Marx Engels összesben is benne volt, mert ugye Engels is jólesően röhítselt rajta, hogy micsoda baromságok vannak ebben a hadijelentésben. Tehát abban nincsenek benne ezek a fordulatok, amiket az előbb idéztem. Ugye az látszik, hogy két napig csatázott a lázadókkal, ölékkintes ervesen a második nap végére összejött a győzelem, trófeák nincsenek, tehát egyetlen egy ágyút nem foglaltak el, egyetlen egy zászlót, nem sikerült zsákmányolni, ugye a legnagyobb teljesítmény egy magyar oldalon szolgáló olasz nemzetiségű alakulatnak a foglyolejtése volt, tehát mindannyian tudják, hogy a világ három legvékonyabb könyvét, ugye a angol konyha, német humor, illetve az olasz vitézségből írt, tehát amivel a utóbbi időben felzárkózott Szlovákia története, hogy ilyen jellegű érzelmeket is keltsek magukban, tehát azért ez sem volt egy olyan nagy dolog, majd pedig egy nap múlva február 28-án, miközben lelkesen üldözték a visszavonuló magyarokat, volt mezőkövesnek egy ilyen utóvédi ütközet, ahol viszont a magyarok úgy pofán verték az üldözi osztrák bandát, hogy még három ágyút is elvettek tőle, tehát ugye egy győztes csatának ez volt a vége. Március 2-án, 3-án a magyarok átkeltek a Tiszán, és hát ahogy hogy is mondjam, önök most nincsenek Debrecenben, úgy Windisvéd sem járt 1849-ben Debrecenben, tehát a pártütés fészkét nem sikerült kézre keríteni. Tehát mondjuk, hogyha valaki ebből a hadijelentésből azt a következtetést mondta le, hogy itt vége van Magyarországon a hadműveleteknek, akkor az, hogy is mondjam, erősen a kormányzati propaganda hatása alá került. Kremzében ülésezik a birodalmi gyűlés. Ennek a feloszlatásnál az osztrák kormány, illetve maga az uralkodó első Ferenc József már 48. decemberében foglalkozik. Hát mi a baj ezzel a kremzéli parlamenttel? Hát az, hogy a magyarokat ugyan nem szeretik, tehát ők is szívesen felosztanák Magyarországot különböző szempontok alapján, de ugyanakkor elkezdenek kidolgozni egy viszonylag demokratikus alkotmánytervet, amely jelentős mértékben korlátozná mind az uralkodónak a jogköreit, mind pedig az osztrák kormánynak a jogköreit.
És ugyanakkor a önkormányzati szinten, tehát közép és alsó önkormányzati szinten pedig viszonylag széles jogosítványokat adna, tehát egy ilyen klasszikus, liberális, demokratikusnak azért nem mondanám, alkotmányterv volt. És Vácz Endert miniszterelnök 49. januárjától már egyre többször utal arra, hogy hát véget kell vetni ennek a dolognak. Most ugye február végére ez az alkotmányterv az eljut odáig, hogy hát lassan be fogják terjeszteni, és akkor szavazni fognak róla. És hogyha megszavazzák, akkor ugye kínos lesz a helyzet, mert ő felsége elfogadni nyilván nem akarja, ha meg visszautasítja, akkor meg kiderül, hogy ez az egész dugó, amit mondtak arról, hogy az uralkodó is milyen liberális, meg a kormány is milyen liberális, hogy hát ezt igazából nem gondolták komolyan. Tehát marad a huszárvágás, hogy akkor adunk mi alkotmányt, az olyan lesz, amilyet mi akarunk, és hát a parlamentet pedig elküldjük nyugdíjba. Na most ugye ennek a oktroját alkotmánynak a tervezete, ez február 24-én már készen van, tehát két nappal a kápolnai csata előtt, és Johann Hübner bárót, ugye Metternich államkancellár természetes fiát, elküldik Windisgrécz herceghez, hogy keresse meg valahol a nagy magyar alföldön, és mutassa meg neki az alkotmánytervet, hogy mit szól hozzá. Tudni, hogy Windisgrécznek 48. december óta olyan jogosítványa volt, hogy minden fontos kormányzati döntéssel kapcsolatban kikérték az álláspontját. Hát ugye Hübner báró megérkezik február 26-án este a gyöngyösi főhadiszállásra, kedves egészségére. Egy napval vagyunk, tehát a kápolnai csatának az estéjén vagyunk, amikor még nem dölt el semmi. És hát a herceg ugye végigolvassa az alkotmányt, azt mondja, hogy hát ő ezt nem nagyon szereti, tehát ha már alkotmány kell, akkor inkább legyen olyan, amilyet ő felsége akar, ne olyan, mint amit ezek a liberális skriblerek ottan össze akarnak hozni Temzében, hát akkor legyen. És ugye Hübner báró hajnalban vissza is indul Olmütre, örömmel közeli Schwarzenberggel, hogy Windisgrécz is rábólintott, és hát március 4-én ugye megjelenik maga az alkotmánytervezés, és néhány napon belül szétkergetik a temzini parlamentet. Ez ugye miért lényeges? Azért lényeges, mert látszik, hogy a kápolnai csata eredménye az teljesen egyáltalán nem befolyásolta magát a döntést, tehát enélkül is meghozták volna. Hozzáteszem egyébként, hogy az Olmütz oktroját alkotmányt azt mi ugyanúgy éljük meg, mint egy nagyon súlyos sérelmet, ami Magyarországot érte, és ez kétségkívül így van, de elsősorban nem a magyaroknak szólt, hanem a frankfurti német nemzetgyűlésnek. Tudnélik, ugye egységes birodalommá nyilvánította az osztrák császárságot, azzal a következtetéssel, hogy akkor, hogyha lesz német egység, akkor Ausztria vagy minden együtt fog bevenni, tehát Galíciával, Bukovinával, Magyarországgal, Erdélyel, Horvátországgal együtt, vagy nem fog bevenni, vagy valahogy elencsedik a dolgot. Na és hát akkor mi ez a szöveg, amit az elején idéztem? Még Csorba László kedves barátom volt az, aki egyszer megkérdezte tőlem, hogy ez hol hozzáférhető, és akkor elkezdtem utána nyomozni, ezért jó, hogy az ember beszélget a kollégákkal. És hát kiderült, hogy 1850-ben jelent meg egy Teofil Lapinski nevezetű lengyel tüzérszázadosnak a visszaemlékezése, és ő ott tette közli ezt a szöveget, tehát nagy valószínűség az újjából szokta az egészet. De olyan jól hangzott, hogy a komplet magyar történetírás átemelte, annak ellenére, hogy ugye a Windisgrécz eredeti hadijelentés egyébként már 1849-ben nyomtatványban megjelent, 1850-ben pedig Szilágyi Sándor is kiadta. Ha még van 5 percnyi türelmük, akkor még egyet elmondok. Az megint nem ez lesz, igen, hanem ez. Ugye van egy másik ilyen nagy legenda is, hogy a Talszi hadjárat végén első Ferenc József katonai segítséget kér első Miklós oroszától, és hát amikor a Ferenc József kiment megbeszélni mindezt Varsóba, akkor annyira meghatódott ettől a nagyvonalú gesztustól, hogy önköltségi áron kapott 200 ezer katonát, hogy letérdepelt a cár elé és megcsopolta a kezét. Ami hát azért valljuk be elég megalázó gesztus, tehát ilyen nagyhatalmak vezetői ilyet nem nagyon szoktak csinálni. Ilyen Tapolyai János ugye megcsinálta Szulejmán előtt a Mohácsi csatasíkondát, ott azért az erő viszonyok nem egészen voltak azonosak ebben a tekintetben. Na most ugye mi mit tudunk erről a dolgról? A 49. május 1-én megy el Ferenc Józsefnek a hivatalos segítségkérése a szabadságra szeverésére, hogy a cár hajlandó segítséget nyújtani, de meghívja magához Ferenc Józsefet Varsóba, hogy hát azért egy kicsit udvarolják már körül. Ugye a 21-én van a találkozó Varsóban, csillogó fogadtatás, hogy a cár, mit tudom én, díszmenetet vezénye a császár előtt,
és így tovább, és így tovább, és hát ugye felvetődik a kérdés, hogy most akkor volt kézcsók, vagy nem volt kézcsók. Na most ugye korabeli forrás nincs róla, Varsóban van egy angol ügyvívő, ugye tudjuk, hogy azért az angol hírszerzés az a, nem tudom, a 16. század óta eléggé a toppon van, tehát hogyha valami történik, akkor azt arról ők értesülnek. Az angol ügyvívő elég részletes jelentéseket küld Londonba arról, hogy mit látott, meg mit hallott, hogy még azt is tudja, hogy amikor este díszelőadás volt a Varsói Színházban, ugye a cár meg a császár közös tárgyban voltak, és amikor a cár leülni készült, akkor földölt mögötte a szép, ugye rosszul volt kiegyensúlyozva, és a császár utána kapott, és állított valamelyik orosz tiszt csendesen megjegyezte, hogy hát ennyi katonáért mondjuk ez a minimum, hogy legalább a széke elkapja. Tehát még ezt is tudta az angol ügyvívő, tehát ő nem tud el. Ugye nincs nyoma az egész történetnek az orosz emlékiratokban, holott ezeknek a többségét már a krími háború után írták meg, amikor az orosz-osztrák viszony tapintatosan szóval is feszültségekről volt terhes. Tehát nyilván, hogyha ez megtörténik, akkor azért valaki legalább közzétette volna. És hát általában valószínű, hogy itt a hűvös Habsburg-Romanov viszony kapcsán megemlítik. Ugye van még egyébként egy osztrák jelentésünk is, a császárt elkísérő magasrangú katonatisztek jelentettek a hadügyminiszternek arról, hogy mi történt. Most az ő esetükben persze még érthető lenne, hogyha a császárnak talán kezet csókolt, akkor ezt nem említik meg a jelentésben, de ott sincs benne semmi ilyen. Na most akkor honnan van a történet? Először tudomásunk szerint Angyal Dávid írta le az ifjú Ferenc Józsefről szóló monográfiájában 1942-ben, tehát több vagy majdnem 100 évvel az események után, itt ugye idézem is, hogy betérdepelt a Lazsenykakastély nagy erkélyén és megcsukolta a cár kezét. Hát akkor az ember utána megy a forrásoknak. Forrás Bodinga Antalnak, a Tiváló Szlavistának egy könyvismertetése, ami a hadtörténelmi közleményekben jelent meg, Rebecca Averbuch, szovjet történésznőnek a Cárszkája Intervencia Varga, Vengerszkói Revolúcia és stb. Című 33-ban megjelent munkájáról, ez ugye a cári intervenció a magyar forradalom ellen. És hát ugye a Hodinka írja azt, hogy az Averbuch érdekes módon nem említi, amit az általa, már mint a Hodinka által korábban ismertetett orosz szerzővé olvashatunk, hogy Ferenc József a varsói Lazsenka kastély nagy erkélyén kezet csókolt volna Miklósnak. Hát a lábjegyzet az arra vonatkozik, hogy nincs forrásunk arra, hogy kezet csókolt volna. Ugye, fölhívom a figyelmet. Na most ugye a Hodinka miről beszél? Egyrészt ugye volt egy Alekszandr Petrovics Szcserpotov nevű orosz történész, aki képen látható Paszkevics hercegről írt egy több kötetes életrajzot, és ennek az egyik kötete az kimondottan 48-49-ről szól. Ez megjelent nem csak oroszul, hanem francia fordításban is. Elvileg volt valami olyan munka, ami közreadta a cárnak a Paszkevicshez intézett leveleit, végül pedig a Hodinka említi a saját 1898-ban az utóbbiról megjelent könyvismertetését. Hát ugye a Paszkevics kötet, igen, a Paszkevics kötet 99-ben jelent meg, 1899-ben, és ezt a Budapesti Szemle ismertette, de nem a Hodinka neve alatt jelent meg az ismertetés, és egy másik ismertetést nem találtam róla. Ebben nincs szó arról, hogy a Ferenc József kezet csókolt volna a cárnak, és maga a varsói találkozó is meglehetősen röviden el van intézve. Van benne viszont egy másik késcsók. Tudni illik, amikor Schwarzenberg maga is ír Paszkevics hercegnek egy időben azzal, hogy Ferenc József első Miklósnak, Schwarzenberg hercegnek május 1-én egy azonnali segítséget kérő levelet, és a Varsóba ezt vívő képen látható Bernard Kaboga altábornagyról azt írja a Cserbatov, hogy Schwarzenberg kérésének teljesítését kérve letérdelt, és a varsói herceg már Paszkevics kezét csókolgatta, és könnyezve kérlelte, hogy mentse meg Ausztriát, minden nap, minden óra drága hajtogatta. Tehát itt valahogy összekeveredtek a dolgok. Ugye mi történt? Angyal Dávid félreértette Hodinkát, Hodinka rosszul emlékezett valamire, és innentől kezdve nem volt megállás. Ugye 1948-ban ezt átvette Eckhard Ferenc abba a bizonyos összefoglalóba, 59-es Spira György, és hát ugye a szépírók is megtették a dolog érdekében a magukét, mert I. és Gyula belejét a két férfival, ez ugye a föltámadott a tengernek a teljes forgatókönyve volt, csak az elment a szabadságot végéig, tehát nem ért véget nagyszerűen visszavételével, akkor kiderült volna, hogy véget ért a szabadságot, és megint nem mi győztünk.
sőt így is beleírta a Fáklya lány című drámájába, ami hát ugye az egyik legnépszerűbb történelmi dráma volt, tehát rengetegszer játszották az 50-es években, de lényeg az, hogy nincs rá korabeli forrás, és hát olyan jól eső volt elírni, szitja szívünk földobokhatott, hogy ugye első Ferenc József miattunk térdelt le első Miklós előtt, és miattunk csókolta meg a cárnak a kezét. Ezt csak azért mondom, hogy bármilyen jó történetet olvasnak bármilyen korszakban, ne higgyék el, nézzenek utána. Ez a kételkedés ugye a történetírás lényege, és ez a nagyon általános tanulsággal, amely a falodja a másikat. Ugye befejeztem az előadásomat, és amennyiben kérdésünk van, készülöm, mert válaszolok rá. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, és akkor vártam ilyen egy mindenki, hogy felelő kérdést, hogy megtartsam a valamit. Azt szeretném megkérdezni, hogy Rózsa Sándorról vagy Gábor Árvóról melyik őérzés van? Igen. Köszönöm szépen. Ugye a Rózsa Sándorról a Seres István nevű kollégám írt egy kiváló monográfiát, tehát a 48-49-es működését elég alaposan összeszedte. És viszonylag jól dokumentált az a viszonylag rövid és nem mindenben dicsőséges szerep, amit ő 1848 őszín a déli hadszíntéren játszott a szabad csapatával együtt. Ugye Amnesty a fejében vállalta, hogy egy lovas csapatot toboroz és a délvidéki szerb felkelők ellen alkalmazza. Amikor katonai alkalmazásról volt szó, akkor általában nagyon jól leváltak, de hát nem bírtak a délükkel. Tehát ugye mondjuk, hogyha elfoglaltak egy falut, akkor nem elégettek meg az ellenállók lekaszabolásával, hanem a nem ellenállók lekaszabolását is tovább folytatták. Emellett hát amit lehetett, azt elloptak, eltolvajoltak és egyebek. Maga Rózsa Sándor egyébként nem, de ő maga sem tudta kontrollálni a csapatot, és hát emiatt 48 november végén aztán kivonták őket a hadszíntéről. Utána Rózsának érdemi szerepe nem nagyon volt már 48-ban. Az osztrákok viszont mindig be voltak tőle tolva. Tehát érdekes, hogy a Komáromi várban volt, a Komáromi erődben volt a 13. Hunyadi huszár ezrednek egy százada. Ez ugye egy olyan huszárezred volt, amelyik nem hagyományos huszárólák volt, hanem ilyen pörgek alakjuk volt, ő, gatyájuk, Viktória dolmány, tehát ilyen csikósokra hasonlítottok. Egy részük egyébként az is volt, ugye a Duna-Tisza közén szervezték őket, és a felszerelésükhöz még a karikás ostor, illetve a fokos is hozzátartozott. És az osztrákok baromira utálták őket, mert ugye hát most a huszárokkal ott elvívogattak, de hogyha valakinek kiverik a szemét a karikás ostorra, az nem jó érzés. És mindig, amikor ugye ott Komárom környékén folyamatosan voltak ilyen kisebb kitörések, expedíciók a várból, és akkor mindig, amikor az osztrákok visszamentek egy faluba, akkor megkérdezték, hogy vannak-e betyárok. Mert hogy meg voltak győződve, hogy a Rózsa Sándor is benn van az erődbe, és hogy csak azért, hogy őket bosszantsa itt az ostromlás közepette. Ugye a Gábor Áronnak az életrajza is viszonylag jól dokumentált, itt Süli Attila kollégámnak éppen az idén, vagy tavaly évvégén jelent meg egy monográfiája róla a 48-as könyvtár című sorozatban. Az nagyon érdekes, hogy ami a legbizonytalanabb az egészben, hogy mikor öntötte azokat az első árjukat. Tehát nem tudjuk, voltaképpen nem tudjuk megállapítani, mert a korabeli feljegyzések alapján lehet, hogy nem tudom, november 16-a, lehet, hogy 23-a, lehet, hogy 30-a. Még az is bizonytalan, hogy ezeket ténylegesen mikor alkalmazták először. Az viszont, a folytatás az viszont biztos, tehát, hogy ő ott a Székelyföldön, és azon belül Háromszéken valóban egy nagyon komoly regionális ilyen hát hadipari bázist hozott létre, ami egészen addig működött, amíg az oroszok el nem foglalták, és hát kétségtelen, hogy ugye ő is a szabadságharcolási halálhalt honvédtörzs tisztjei közé tartozik. Hát mondhatnám, hogy mint Antal József alá merült, tehát hogy illegalitásba vonult, többször is megpróbálták elfogni, és a Seres kollégának a könyvében szerepel, hogy hát volt olyan, amikor nem tudom, ilyen kiment 10 pandúr, meg zsandár, meg mindenfajta, és akkor a Rózsa Sándor ketted magával volt valami sötét kocsmába, és ketted magával visszaverte a támadást. Tehát összecsinálták magukat tőle, hogy jaj, most mi fog történni. Aztán hármat azért legyőtt a biztonság kedvéért, hogy mihez tartás véget. Valamikor ugye felvetődött az, hogy ő az Alföldön el akarta rabolni Ferenc Józsefet valamelyik magyarországi útja során.
erről ténylegesen nem tudunk, és hát aztán el is fogták és becsukták pusztánybe, és máig utogatják egyébként a börtön felláját, ahol hát olyan egészen megjuhászodva viselkedett, tehát a börtön parancsnok lányának csinált, nem tudom, ilyen nem kézimunkákat, hanem ilyen játékokat, meg hasonlókat. Ugye 67 után szabadult, de hát megint nem bírt a vérével, és hát vasútrablásra adta a fejét, és hát ugye ezt a kiépülőben lévő magyar polgári állam nem honorálta, és megint lecsukták, és hát végül Szabolcs Ugyvárjon az ottani börtönben mint el, és ott is van eltemetve. Azt nem tudom, hogy megvan már a sírja, vagy csak a legenda is írja, de akkor ez egyszerűen megvan. Köszönöm. Ilyen kibújítva volt. Mesélt arról, hogy kiemelkedő volt az orvosi ellátásra a forradalom, hogy ez később az osztrák hadsereg átvette, hogy ez elvette. Hát erről nem tudom, hogy az osztrák egészségügyi ellátást is ebben az időszakban kezdik el kiépíteni, tehát ott azt hiszem 1850-ben jön létre ez a tábori egészségügyi szolgálat, a Sanitätskor, de az kétségtelen, hogy tehát úgy tűnik, hogy a magyar szabadsághoz bizonyos tanulságait ilyen szervezés és egyéb szempontból levonták. Ugye az is nagyon érdekes, hogy ezeknél a honvédorvosoknál ma ők is ugye lázadónak, meg felségárulónak minősültek, sőt egy fegyveres testületnél teljesítettek szolgálatot, tehát minden további nélkül be lehetett volna őket csukni, hogy nem tudunk arról, hogy bárkit is végrehajtott szabadságvesztése ítéltek volna, ami többek között annak volt a következménye, hogy hát ezek ugyanolyan rendesen ellátták az osztrák sebesülteket, mint a magyarokat, tehát nem volt ebben a tekintetben különbség. És van még egy nagyon érdekes eset, ez nem az orvosi ellátás, de ugye a Magyar Honvéd Tüzérség, annak az ügyegszervezete az eltért az osztráktól. Az osztrákoknál ugye 6 lövegből vulgó ágyú, de az nem egészen korrekt, tehát Sikány Tamás a fejemre csapna, hogyha ezt hallani, tehát 6 lövegből állt egy üteg, 6 csőből, és a magyar oldalon pedig a kezdetétől kezdve 8-ból. Nem azért van, hogy magyarok olyan okosak voltak, hanem kevesebb volt a tüzérségi kiképzésben részesült, illetve a tüzérnek alkalmas legénység, és ezért kisebb létszámmal megpróbáltak, vagy ugyanakkor a létszámmal megpróbáltak nagyobb egységet működtetni. És a honvéd tüzérség az hihetetlen jól működött, tehát a fegyvernemek közül a osztrákok is, meg az oroszok is nagyon dicsérik őket, nyilván nagy szentségelések közepette, mert elég jó volt a lő szabatosság, meg a találati pontoság, és 1849. július végén, tehát még nincs vége a szabadságharcnak, a császári királyi hadseregnek, a tüzérparancsnok a Franz Hauslav altából nagy az ír egyenlő terjesztést a Ferenc Józsefnek, és javasolja benne, hogy hát érjenek át, hogy 8-szöveges szervezési modellre. És hát az ember nem tud másra gondolni, hogy látták működés közben a dolgot, és innen jött az ötlet. Az indoklásban persze nem volt benne, hanem csak az volt, hogy hát már sokkal célszerűbb, meg nagyobb tűzerő, meg minden fele, de hát nyilván azért valahonnan elővették ezt a dolgot. Hátul a parancsárgó úr, vagy nem tudom. Igen, most valami most már nem kérdésem. Már beszélgetünk is legendagondolással, hogy mikor adatok kivételkezik, hogy valóban azért végeztek nem tartott kérdezőjára, mert hogy kérdezik el a németet és hajnok is, valamint van egy gyermekre összefüggődni kérdezik a ötlet várhatányzat. Nagyon kínos volt a számára. És ez meg volt, hogy a szabályt látod előtte is, hogy nagyon kiakadt, tehát hogy amikor ez megtörtént, vagy ez így belejött. Igen, hát ugye nem őt végezték ki utoljára, hanem Vécsei Károlyt. Igen. Tehát ugye Vécsei volt a 13. Damjanics az utolsó előtti volt. Annak, hogy ki milyen sorrendbe került a vitófa alá, annak tényleg volt jelentősége. Tehát akit kevésbé tartott a bűnösnek, az elejére került, hogy ne kelljen legalább végignézni a többieket, és hát minél bűnösebbnek ítéltek valakit, annál később került a sorban. Ugye a Damjanics esetében a hajnó meg a Damjanics között volt egy személyes dolog is, mert ugye a Damjanics még 1848. március végén, amikor a hajnó egyszer szidalmazta a magyarokat, és elmondta őket mindenféle lázadónak meg egyebeknek, akkor a Damjanics ezt még császári királyi százalékosként kikérte magának, mint született magyar, ami azért érdekes, mert hát apja anyja szerb volt, tehát
Már azt terjesztette magáról, hogy az anya férje lépett egy magyar gróffal, de legalább félig magyar. Szóval lényeg az, hogy ugye a hajnó az kimondottan utazott a Damjanicsra, és hát emiatt őt rakták utolsó előttinek. A Vécsei az meg azért került utoljára, mert 49. januárjában ő mentette meg a bácskai hadtestet a felbomlástól, illetve 49. június végén ő foglalt el az arani várat, tehát rám nagyon, nagyon haragudtak. A szakál tekintetében valóban van olyan visszaemlékezés, hogy szólt a hóhérnak, hogy ne borzolja össze a szakállát, tehát rendesen dugja alá a kötelet. Viszont ha már a Damjanicssal kapcsolatos legendák előjöttek, ugye ott van egy olyan legenda, hogy mivel a Vécsei már nem tudott kitől elbúcsúzni, ezért oda ment és letérdepelt és megcsókolt a Damjanics kezét. Na most ezt nagy valószínűséggel utólag találták ki. Tehát a viszonylag korai visszaemlékezésekben ez nem szerepelt, és volt egy Kacián Géza nevű, hát történésznek nem mondanám, publicista, aki nagyon lelkesen gyűjtötte a 48-ra vonatkozó visszaemlékezéseket, okmányokat, egyebeket, és hát írt egy ilyen magyar vértanú könyve címmel egy ilyen bosszú horror pornó műfajába tartozó dolgot, már bocsánat, ami hát az összes ilyen kulisszahasogató legenda benne volt, és abban szerepel először az, hogy a Vécsei kezet csókolt volna a Damjanicsnak. Hát csak azért sem valószínű, mert a szolnoki ütközet után ők úgy összevesztek, hogy majdnem összeverekedtek, és hát a Damjanics is haragtartó volt, meg hát a Vécsei is ezt nyilván nem felejtette el. Igen, akkor itt volt még egy kérdés? A baj, jó vagyok, tehát. Hát éppen az ellenkezője van. Tehát úgy tudjuk, hogy azt jósolták neki, hogy óvakodjon a saját nevétől, és hogy nem figyelt, és ugye megállt Molnál, és így szenvedett vereséget, és hogy amikor 49. januárjában végrehajt egy ellentámadást ott a Duna-Tisza közé, ugye visszafoglalja a Szolnokot, Ceglédet, és akkor mennek a főváros felé, és odaérnek Cegléd Bercelhez. És akkor Bercel, jobb lesz vigyázni, és elrendelte a visszavonulást, ami persze szintén nem így igaz, mert a kormányzat rendelte vissza a csapataival, de valóban ez a legenda él egyébként. A Jókai meg is írta a No Man's No Man című elbeszélésében, de a Percelnek is van olyan visszaemlékezése, amiben említi ezt a jóslatot, tehát még akár meg is történhetett. Igen, és a másik? Hát nem, tehát ugye ennyire nem gondolkodtak előre. Ugye az némi segítséget jelentett, hogy a császári királyi hadsereg raktárjainak egy része az a honvéd sereg kezébe került. Tehát ott volt az Óbudai Ruházati Bizottmány, hogy ott azért mindenből volt valamennyi. Nyilván az nem lett volna elegendő arra, hogy felszereljék a teljes honvéd sereget, de ahhoz, hogy az első alakulatoknál ez megtörténjen, tehát például az első 10 honvéd zászlóhajnál, vagy a 48 őszén szervezni kezdett alakulatoknál, ott ez többé kevésbé működött, és hát utána gyakorlatilag munkába állították a házinkat. Tehát kiadták a csizmadiráknak, a vargáknak, a szabóknak, az én nem tudom micsodáknak, hogy akkor már ezzel a hadseregnek fognak dolgozni. Ami egyébként abban a szempontból jó volt, mert éppen az előző években volt egy hosszú ideig tartó gazdasági válság, tehát örültek, hogy végre van munka. A fegyver tekintetében ott volt egy viszonylag jelentős külföldi import egészen 48. októberéig, sőt, még utána is próbáltak megbecsempészni fegyvert, és időnként sikerült. Volt egy Stankó Soma nevű honvédő, vagy az fegyvergyártógépeket hozott be az országba a galíciai határon keresztül. Azt mondta, hogy ezek ilyen parton gyártógépek. És akkor hát ugye az osztrák finanszok belenyúltak, jól összevantosták a kezüket a fogaskerekekkel, és mondták, hogy vigye a fenébe a gépeit, és így jutott el a gépek egy része Nagyváradra. És hát emellett megszervezték itthon, igen, tehát ugye átvettek az osztrák készletekből is,
az ozonai diadal is hozott vagy 9000 puskát, tehát mondjuk az is, azt is szét lehetett osztani, és hát ahogyan megszervezték a gyártást, ami egy tényleg nagyon komoly teljesítmény volt. Ugye önmagában az, hogy kedvenc demagóg fordulatunk, hogy ugye 48. december 31-én az országgyűlés határoz arról, hogy átteszik a székhelyüket Debrecenbe, a kormány szintén megy, és hát tudjuk, hogy január 5-én már bejöttek az osztrákok. Hát gyakorlatilag volt 4,5 nap arra, hogy kigyűlítsék a fővárost, hogy elvigyék a fegyvergyárat, a pénzjegy nyomdát, a Óbudai Hóházati Bizottmány raktárát, a minisztériumok iratanyagát, meg egyáltalán mindenki elinduljon, és Szolnokig volt vasút. Na most ehhez képest a nagyváradi fegyvergyár január végén már munkába állt. Manapság azért megnézném a magyar államigazgatást, hogyha december 31-én kapna egy utasítást, hogy január 5-éig méltóztassanak átköltözni Debrecenbe, úgyhogy most odáig tart a vasút, nem Szolnokig, hogy akkor mondjuk január 5-én akár egy dobozni iratanyag és egyetlen íróasztal átjutna el a Cibis városba. Tehát tudtak valamit ezek a fiúk. Igen. Nincs semmi a besülhetéket. Hajnalról azt írjuk, hogy miután levette a kormányzat, miután a kivégzésnek, ugye ő mondta főbújjára, hogy magyar nemesi címet kapott, és az országgyűlésre egyszer az úszólalat tudod a illető, hogy magyarok sosem magunk. Ez igaz? Hát már csak az is lehet igaz, mert 1861-ig nem hívnak össze országgyűlés, mert ugye 1849 és 61 között nincs országgyűlés. A Jókainak van az Új Földesúr című regénye, és annak az utószavában szerepel az, hogy a Hajnó állítólag valóban úgy nyilatkozott, mint tudom én, Nagy Kálló főterén, hogy mi magyarok soha nem hagyjuk elvenni a jogainkat. És hogy Kossuth kalapot hordott, sőt állítólag Kossuth szakállat is növesztett, ezt korabeli ábrázolás hiány nem tudjuk sem megerősíteni, sem megcáfolni, de az kétségtelen, hogy ő Szatmár megyében vásárolt egy viszonylag nagy méretű birtokot, azt mondja, nagy Gécen vagy hol, és hát nagyon csodálkozott, hogy a magyarok még nem szeretik őt. Tehát ő próbálott haverkodni a környékbeli nemességgel, nem nagyon sok sikerrel. Egyébként a magyarokról, mint olyanokról nem volt rossz véleménye, amikor ugye a leváltását követően tett egy ilyen hosszabb nyugat-európai körutat, és hát Londonban az ottani sörfőzők megverték, de máshogy is érték különböző atrocitások, és akkor felvetődött az, hogy hát a magyar emigránsok ingerelték fel az angol sörfőzőket, illetve hogy ők is köztük a támadók között lettek volna, és akkor a Hajnó a sajtóban úgy nyilatkozott, hogy a magyar hazai lovagias nép az nem csinál ilyet, tehát azok a támadók a szemből támadnak. A tavalyi 170 millió kapcsán. Tehát ez teljesen elvitte a sok, hogy volt az olyan eredménye az évnek, ami áthallával nem jelent, de fölvinnak itt a plusz szintén is akkor a kérdésre a volna ugye. Hogy erre milyen esélyek vannak, én azt mondom, hogy ez ne csak egy új hatvérdői szintén is versen, hanem mondjuk meg tudja jelenni benne más szerepetől is, az egy fordítós dolgok, amit vannak ehhez, vagy hogy már valami forrás kiadás, vagy egy valami lehetőteni egy olyan szintén is, amiben megjelenek újabb, vagy más történet videói szerepet. Hát ugye a tavaly évben olyan sok minden nem történt 48 tekintetében. Tehát most ezt némi szégyenérzettel mondhatnám, mert ugye én is lehettem volna aktívabb ebben a tekintetben, de a kormányzati szinte teljesen elfeledkeztek róla, tehát ugye mindent elvitt a Petőfi, és egyébként a Petőfin belül is, hát én azt látom, hogy azért nem a szakmaiság oldal, egy erősebb oldal annak az évfordulónak. Ja, hallottam, hogy Olcz Szilágyi Márton előadni, és hallottam, hogy valami ilyet mondott, de ez a saját oldalakról is nagyon így látszik a dolog, tehát azért ahhoz képest, hogy mennyi minden újdonság elő került 1973 óta, hát azért megint annyira futottam, hogy ugye újra kiadták a Kerényi Ferencnek az egyébként kiváló Petőfi monográfiáját, hogy olyan különösebben nagy eredmény nem volt. 48 tekintetében nem feltétlenül értem a dolgot. Tehát most, hogyha
csak a napi politika felől nézem, hát ugye állandóan szabadságharcot vívunk. És ahogy a szabadságharc az nem érdeklődés hiányában elmaradt. Voltak egyébként, tehát a szokásos konferenciák megvoltak, tele volt a naptáram, tehát mondjuk engem foglalkoztattak, meg a kollégákat is, de valahogy ilyen nagy országos rendezvény, ez nem nagyon jött össze. De hát tudjuk, hogy a Petőfi évforduló az nem csak a 48-at vitte el, hanem az Andrássy Gyulából se látszott olyan nagyon sok. Pedig ugye neki is a 200. születésnapja volt, és hát ha belegondolunk a Habsburg Monarchia, vagy a Habsburg Magyar Együttérés idején, mi volt az a magyar, aki a legmagasabbra jutott ennek tekintetben, tehát azért valamivel nagyobb csinnad alatt, tehát lehetett volna csak ebben a tekintetben. A monográfiára van felkérésem az egész kiadótól, tehát most már csak idő kellene, meg ugye mindazt megkérjük, ami még előtte van. Én felülbizalommal rendelkezem ahhoz, hogy azt gondolom, hogy talán meg tudom írni, vagy talán egy kicsit valamiben azért felül tudom mondani az előböket, és nem csak csatákkal ütközetekkel és zászlói számokkal lesz az egész, tehát látom a saját hiányosságaimat is, természetesen meg megkérem a kollégákat, hogy a vonatkozó fejezeteket kell ők kritikáról olvassák el előtt, hogy előtt állunk. Köszönöm szépen, hogy is a figyelmet.